Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Több helyszínen járt a Mikulás. Szent Miklós püspök jótevő személyéhez és legendájához kapcsolódik a Mikulás ünnep. Véradó barát munkahely. Házi ünnepségen köszöntötték a véradókat a Pándi Kálmán kórházban pénteken. Matinéval kezdtek. Haydn, Bartók és Brahms művek is szerepeltek a Kelemen Kvartett gyulai koncertjén. Óvodások díszítették a fát. Igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a gyerekek a piaci vásárcsarnokban. Szent Miklós püspök jótevő személyéhez és legendájához kapcsolódik a Mikulás ünnep. A fehér szakállú több gyulai helyszínen is megajándékozta a gyerekeket. Ez a nap híre ma. Verssel és dallal várták a Mikulást péntek délelőtt az Apor Vilmos katolikus óvodában. Szépeket tudsz rajzolni, nekem is rajzoltál sok-sok ajándékot a Mikulás zsákomnak. A gyerekek nagy örömmel fogadták az ajándékokat, melyekhez személyre szóló üzenetet is kaptak. Mi egyházi óvoda révén Szent Miklós püspök ajándékos kedves szentünkre is emlékezünk ebbe az időbe. Verseket tanulnak, énekeket tanulnak, és ugyanúgy, mint ahogy a többi óvodába is, festegetnek, rajzolnak, színeznek, hajtogatnak Mikulásokat, és ilyenkor már izgatottan várják a Mikulás érkezését, körbeülnek, gyertyát gyújtanak, énekelgetnek, és várják, hogy mikor fog bekopogtatni az ablakon. Érkezik a télapó, a szakállapó fehér, csillog rajta még a dél. Így fogadták a Mikulást a legkisebbek a gyulavári fiókkönyvtárban. A gyulavári babamama klub két hetente szervez foglalkozásokat, és ma egy kis télapos meglepetés klubunk van, és nagy szeretettel köszöntöttük Mikus Éva nénit, aki támogatta a mai rendezvényünket, nagy-nagy szeretette. A délszakálló mellett Mikus Éva is elhozta ajándékait a Baba Mama Klub résztvevőinek. A szülők az ő felajánlásából válogathattak ruhákat. Évzáró, összeapparátusi gyűlést és Mikulás ünnepséget rendeztek a polgármesteri hivatal dísztermében a járási hivatal munkatársai számára. Mozgalmas évet zárt a járási hivatal, hangsúlyozta Gulyás Imre, a szervezet vezetője. Mögöttünk hagyott évről annyit tudnék elmondani, hogy a rengeteg jogszabályváltozás miatt, illetve a kormányablak, az elkezdődött kormányablak beruházás miatti költözések miatt ilyen mozgalmas és izgalmas évünk volt. A kollégák rendkívül mi teljesítménnyel tudták a nehézségeken túltenni magukat, anélkül, hogy az ügyfelek bármit is éreztek volna a változásokból, a nehézségekből. A járási hivatal dolgozóit a Mikulás is megajándékozta. Péntek délután jelmezes műsorral lepte meg a Dürer iskola közösségét a második B osztály. Iskolánkban minden évben hagyomány, hogy megemlékezünk december 6-áról, a Mikulás ünnepről. Ebben az évben a második B osztály készült egy kedves kis műsorral iskolánk alsó tagozatos diákjainak. A műsorban örülünk a tél szépségének, ide csalogatjuk a Mikulást versekkel, dalokkal, és a végén az öreg Mikulás megajándékozza az általános iskolánk alsó tagozatos diákjait egy nagy csomaggal. Szent Miklós ünnepe alkalmából celebrált főpapi szent liturgián vehettek részt a hívők a Román Ortodox templomban. A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye péntek délelőtt tartotta a gyulai székesegyház oltárünnepét. Véradó ünnepséget rendeztek péntek délután a Pándi Kálmán kórházban. Az esemény apropója az volt, hogy a gyógyító intézmény vezetése külön köszönetet szeretett volna mondani azoknak, akik a napi munkavégzésükön túl is hozzájárulnak a betegek gyógykezeléséhez. Az ünnepségen Véradó Barát Kórház elismerésben részesítették az intézményt.
Az intézmény véradói számára rendeztek házi ünnepséget a Pándi Kálmán kórházban. A vezetés ezzel a gesztussal is szerette volna kifejezni köszönetét azoknak az embereknek, akik rendszeresen segítenek embertársaikon. Kövesdi József megbízott főigazgató főorvos köszöntőjében hangsúlyozta, bármennyire is fejlett az orvostudomány, a vért még nem sikerült helyettesíteni semmivel, ezért a véradók segítsége pótolhatatlan. Minden véradónak az a hozzájárulása, amivel hozzá a saját vérével hozzájárul más embereknek az egészségéhez, ez tulajdonképpen megfizethetetlen, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Ez egy nagyon kis gesztus, hogy a kórház úgy gondolja, hogy a kórház és a Vöröskereszt, hogy év végén azokat az embereket, akik segítettek embertársaikon, egy megvendégeléssel, egy ilyen megemlékezéssel köszönti és megköszöni azt a tevékenységet, hogy ők hozzájárultak ehhez. A Pándi Kálmán kórház a megye közel kétharmadát látja el vérrel, ezért is szerveznek rendszeres véradásokat, amellett, hogy a kórház véradó állomásán hetente kétszer van lehetőség erre. Az elmúlt időszakban volt olyan, hogy műtéteket kellett elhalasztani, most viszont jó az ellátottság vérből. Nagyon örülök, hogy a kórház vezetősége így támogatja a ünnepséget, már második éve, mert nagyon fontosak nekünk a kórházi dolgozók körében lévő véradók, mert legtöbbször ők azok, akik SOS tudnak segíteni. Pomázi Ferenc már túl van a 60. véradásán, és úgy gondolja, aki teheti, az menjen el vért adni, mert ez emberbaráti kötelességünk. Egy tűzszúrás nem a világ, és maga az, hogy talán egy kicsi gyermeken tudtunk segíteni, aki talán éppen a mi vérünk segíthetett, vagy egy szülőanyán, vagy egy nehéz műtéten, műtétre készülő, vagy nehéz műtéten áteső emberen segít a vérünk, akár családtagunk is lehet, akarva, akaratlanul. Ezt így kell megfontolni, és jönni kell, és adni kell. A rendezvényen a Vöröskereszt területi szervezete a Véradó Barát munkahelyel ismerésben részesítette a kórház vezetését, mert kiemelt figyelmet fordít azokra a dolgozókra, akik vérüket adják másokért. Nem először lépett már fel Gyulán a Kelemen Kvartett. A Várszínház kamaratermében most két koncertet is adtak. Az esti fellépés előtt egy ifjúsági hangversenyen népszerűsítették a klasszikus zenét. Egyfajta missziónak tekinti a Kelemen Kvartett azt, hogy minél többekkel, köztük a fiatalokkal is megszerettessék a klasszikus zenét. A kvartett muzsika külföldön óriási népszerűségnek örvend, hazánkban azonban szinte teljesen eltűnt a koncertpódiumokról. Ezért is határozták el a művészek, hogy országos turnéra indulnak, melynek célja, hogy a Vonós négyes hazánkban is újra ismert és kedvelt műfaj legyen. A turné gyulai állomásán az esti koncert előtt az együttes egy matiné koncertet adott diákoknak, amit számukra is meglepően jól fogadtak a gyerekek. Egy órán keresztül egy pisszenés sem volt. És figyeltek, és érdeklődően, és amikor már Bartókot játszottunk, mert belemutattunk a klasszikus zenébe, Haydnáltal, belemutattunk Brahmsba, romantikába, és Bartókba, a 20. század zenével, és azt gondolnánk, hogy modern művészet, vajon mennyire tudjuk őket megfogni, a legjobban úgy érzem azt élvezték, és nagyon-nagyon figyeltek, bár kérdeztem, hogy mondtam, hogy tegyenek föl kérdéseket nyugodtan, de ez is azt jelenti, amikor nagyon lazán elkezdenek kérdezősködni, ja, és ez mennyit próbálnak, milyen a hangulat, szoktak-e veszekedni, az is jó dolog. Csak akkor ugye nagyon oldott és könnyed a hangulat. Itt viszont olyan koncentrált volt, és fókuszált, és figyelem, és tisztelettel voltak felénk. Az együttes két tagja, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin egy párt alkotnak az életben is, ami most már a munkában is inkább előny, mint hátrány. Kokas Katalin szerint egy-egy ilyen fellépés hosszú távon működik majd a gyerekeknél a klasszikus zene megszerettetésében. Ez egy jövőkép nekik, és egy útmutatás, és én szerintem ez minden klasszikus zenész feladata, és a koncertszervezőknek is feladata, hogy teremtsenek olyan lehetőséget. Viszont rendkívül fontos, hogy kik azok, akik ezeknek a gyerekeknek játszanak, és hogy milyen fajta nyelven tudnak hozzájuk beszélni. Tehát semmiképpen sem jó, szerintem a tudálékos, a lexikális hang nem. Mindenképpen a zenének a velejét, és a rapszodikusságát, és a szenvedélyességét, a ritmikusságát kell megmutatni azért, hogy rabul ejthesse őket. A Kelemen Kvartett este ugyanitt első országos koncertkörútjának gyulai állomásán Haydn, Bartók és Brahms műveket adott elő.
Igazi ünnepi hangulatot teremtettek a gyerekek a napokban a piac téren. Az itt felállított karácsonyfát óvodások díszítették fel. Tavaly és az idén komolyabb beruházások kapcsán voltak átadó ünnepségek a piacon. Ezeken mindenki szeretettel fogadta az óvodásokat. Ezért gondolta azt a város vezetése, hogy az idei év karácsonyfáját az óvodások díszítsék fel, és az ő díszeikkel ellátott fa ékesítse azt a közösségi teret, ami nagyon fontos szerepet tölt be Gyulán. A rendezvényen részt vettek a Mágocsi úti, a Páfi utcai és a Békesugár úti óvoda gyermekei. A gyulai egyesített óvodák vezetője nagyon örült a felkérésnek, hisz az élmény a gyerekeknek. Készültek körjátékokkal, és játszottak piacosat is a kicsik. De a legfontosabb talán az, hogy közösen díszíthették fel a fát. Most örülnénk, hogyha be tudnánk csalogatni a vásárcsarnokba azokat az árusokat is, akik nem akarnak még bejönni, és azért gondoltuk, hogy szívesen eljövünk, ez élmény a gyerekeknek is, eljátszották a piacos játékainkat, körjátékokat, amit egész évben tanultak, és most közösen feldíszítettük a fát. Az önkormányzat szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályvezetője elmondta, terve vették, hogy a piacon közösségi rendezvényeket tartanak. Emellett készítenek egy olyan rendezvénynaptárat is, amelybe szeretnék a jövő generációját bevonni. Tervezünk közösségi rendezvényeket, tervezünk rendezvénynaptárat készíteni a piac életébe, amiben nagyon szeretnénk a jövő generációját bevonni. Innentől nagyon fontosak az óvodások számunkra, illetve az általános iskolások, ugyanúgy a középiskolások is nyilván, de azt gondolom, hogy akik még hisznek a karácsonyban, és akik még ennek a szellemét igazán átérzik, azok a kicsik. Az adventi készülődésnél az óvodapedagógusok arra törekszenek, hogy a gyerekek ne csak az ajándékokat várják, hanem erre a szép ünnepre is készüljenek. Ezért nagyon sokat beszélgetnek velük. Közösen készítik el az ajándékokat, a díszeket, amelyeket majd otthon is feltehetnek a fára. Bíznak benne, hogy a piacra járás szokássá válik majd a kicsiknél, és rá tudják szoktatni ezáltal a családokat is, hogy egészségesebben éljenek. Közel 46 millió forintból újul meg az Ökumenikus Segélyszervezet hajléktalanok nappali melegedője Gyulán. Rövid hírek következnek. Új külsőt és belsőt kapott a hajléktalanok nappali melegedőjét és az utcai szolgálatot magában foglaló épület az Rinyi téren. A közel 50 millió forintos fejlesztés segít abban, hogy a nehéz helyzetbe került emberek jobban érezzék magukat. Egy ilyen fejlesztés a kitörés esélyét kínálja a hajléktalan emberek számára, mondta Lehel László. Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója kiemelte, szervezetük három fő üzenetet közvetít, ezek az étel, az otthon és az esély. Az Ökumenikus Segélyszervezet fenntartásában lévő gyulai központ a városi hajléktalan ellátást 2001 óta, a kistérségi ellátást pedig 2004 óta végzi. Mint elhangzott, évről évre javuló színvonalon. A közigazgatási és igazságügyi hivatal által indított meghívásos közbeszerzés nyertesei között szerepel a gyulai Fafém Kft., írta az Origo. A feladat a több helyszínen létrejövő kormányablak ügyfélterének teljes bútorozása. A helyszínek száma 200 és 315 között lesz. Az ügyfélkiszolgáló munkahelyek száma pedig 1900 és 3000 közötti. Munkaértekezletet rendeztek a gyulai civil szervezeteknek az elmúlt időszak értékeléséről és az elkövetkezendő időszak terveiről. Alt Norbert alpolgármester megbeszélésen úgy fogalmazott, az elmúlt 4 évben nagyrészt sikerült azokat a programokat, pályázatokat megvalósítani, amit a civil szervezetek célul tűztek ki maguk elé. Bízik benne, hogy az előttük álló években hasonló eredményeket tudnak majd a civilek elérni, mint eddig. A pályázatok egy részét már kiírták, és decemberben a többi is elérhető lesz, így várhatóan már jövő tavasszal minden civil szervezet értesülhet ezek sikeréről, illetve elutasításáról. A gyulai oktatási nevelési intézmények közötti kapcsolat megerősítésének a szándékával hívták össze a köznevelési kerekasztalt szerda délután. A résztvevők abban bíztak, együttműködve több olyan kérdést is könnyebben megoldhatnak a jövőben, melyekkel önállóan nehezebben birkóznak meg. A találkozó egyik lényeges célkitűzéseként fogalmazódott meg, hogy a résztvevők elérjék, a gyulai gyerekek helyben járjanak iskolába.
A tanácskozáson az is egyfajta kívánatos elképzelésként fogalmazódott meg, hogy a hely történeti ismeretekhez lehetőleg minden intézmény tanulója hozzájusson. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a jövőben havi rendszerességgel ülésezik két munkacsoport. Kónya István érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt időszakban több folyamat elindításában is szerepet vállalt, ami előmozdíthatja a térség fejlődését. Bízik benne, hogy a tanácsnoki munkájával továbbra is hatékonyan tud majd segíteni abban, hogy az itt élők életkörülményei javulhassanak. Külön figyelmet kíván fordítani arra, hogy a Gyulát érintő fejlesztések a megyei közgyűléseken továbbra is terítéken legyenek. Pepe Manó bőrönmeséivel is találkoztak kicsik és nagyok a gyulavári kastélyban. A rendezvény keretein belül értékek őrzésével és ápolásával zenés és játékos formában találkoztak a gyermekek. Az intézmény vezetője elmondta, harmadik alkalommal rendezték meg a gyulavári kastélyban azt a programot, melynek keretein belül szaktanácsadással, ismeretterjesztéssel, oktatással és szemléletformálással várták az érdeklődőket. A gyerekek élő társas játékot játszhattak, ami preventív gondolatokkal volt ötvözve. A kreatív sarokban lehetőség nyílt ajándékokat is készíteni az ünnepekre. Saját kezük munkáját a gyerekek haza is vihették. Az ide érkező fiataloknak a Körösmaros Vidék Fejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány is kedveskedett Mikulás napi ajándékkal. Hazájából, Finnországból, messzi földről, Hóországból, Csengőszánon, Szaporán érkezik a Mikulás. A mai nap kérdésében arról érdeklődtünk, ki hogyan készül és mennyire várja a Mikulást. A mai napon, azaz december 5-e éjjelén és december 6-a hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyerekeket. S ha az elmúlt évben jól viselkedtek, akkor az ablakba kihelyezett kis csizmákba elrejti az ajándékokat. Vajon ki mennyire várja a nagyszakállút? Készülünk, van egy kislányom, egy 6 éves kislányom, és ő várja a legjobban, én meg segítem ezáltal. Adventi naptárat azt készítettünk, tehát az már az első ki van bontva. Hát ennyire várjuk a Mikulást. Két unokám van, és jövő héten készülök hozzájuk a Pilisbe, és nagyon aranyosabb. A nagyobbik fiú 3-os, a kislány 1-es, és egy német anyanyelvű iskolába járnak, és kitűnő tanulók. És a mami megajándékozza minden évben őket, és nagyon várjuk az adventet is, úgyhogy de megelőzi a Mikulás. Az ajándék a gyerekeknek, ugye az ajándék örömszerzés, ez. A sok olyan, ugye a csokoládé meg csomagot venni. 94-en tettek magyar állampolgársági esküt a Városházán. Lapszemle következik. Jönnek a ragadozók. Egymás után érkeznek északról a nálunk telelő ragadozó madarak, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Az északi tájakról egymás után érkeznek hozzánk azok a vonuló ragadozó madarak, melyek nálunk töltik majd a telet. A Körösmaros Nemzeti Park területén tehát egyre gyakrabban láthatunk kis solymokat, kékes réti héjákat és gatyás öveket. Megkapták az állampolgárságot. 94-en tettek magyar állampolgársági esküt a Városházán, közölte a Gyulai Hírlap. A honosításukat kérelmező megjelentek, ezek után közösen tettek esküt dr. Görgényi Ernő polgármester előtt, hogy a fogadalomtétel révén törvényesen is magyar állampolgárokká válhassanak. 52 település, 113 épület. Az önkormányzat és a látóhatárkiadó közös szervezésében mutatták be csütörtökön délután a Városháza dísztermében az IBL összes 52 település, 113 épület című kötetet, közölte a Csabai Mérleg. Az Ébül Miklós által tervezett épület csodákban megyénk is bővelkedik, mondta el a kötet egyik szerzője. Kiállítás a ferenceseknél. Design kiállítás nyílt a Szeged Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban, írta a Magyar Kurír. A helyi közösség jelenkorát hivatott bemutatni az a design és képzőművészeti kiállítás, mely Kör címmel nyílik december 5-én az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban. Hétvégén sok lesz a felhő, gyenge, időnként kissé élénkebb változó irányú szél fúj. Hétfőn még marad a viszonylag magas hőmérséklet.
Kedden valószínűleg ismét lehűlés következik. Szombaton délelőtt derengő, délután viszont erősen felhős lesz az ég. Éjszakára már kisebb esők is lehetnek, jelentős mennyiségű csapadék viszont nem hullik. Gyenge, időnként kissé élénkebb keleti szél fúj. Reggelenként kötfoltok képződnek, enyhe idő lesz. A hőmérséklet az éjszakai 4 foktól 9 fokig emelkedik. A hétvége további részében és hétfőn időszakos eső mellett várhatóan fel-fel szakadozik a felhőtakaró, és marad a viszonylag magas hőmérséklet. Vasárnap 3-7 fokra számíthatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. Több helyszínen járt a Mikulás. Szent Miklós püspök jótevő személyéhez és legendájához kapcsolódik a Mikulás ünnep. Véradó barát munkahely. Házi ünnepségen köszöntötték a véradókat a Pándi Kálmán kórházban pénteken. Matinéval kezdtek. Haydn, Bartók és Brahms művek is szerepeltek a Kelemen Kvartett gyulai koncertjén. Óvodások díszítették a fát. Igazi karácsonyi hangulatot teremtettek a gyerekek a piaci vásárcsarnokban. A Gyula TV híradóját látták. Most az értékőrzőt tekinthetik meg. További jó televíziózást kívánunk. Köszönjük figyelmüket!